a Sárkeresztúri születésű Budapesten élő alkotóval. Otthonában beszélgetett a Megye TV munkatársa, idézve a gyermekkor emlékeit és a költőpálya meghatározó állomásait. Az arcom visszakérem. Igen, az arcom porból, hamuból. Igen, hamu és por a fényem. De ha már visszahazudul a földbe, az arcom visszakérem, ocsmány halál, és annak adom, ki örökre voltam, és élek, zászló fiatalom, a halálból örökre kiholtam. Hogyan lett önből Kossuth Díjas költő? Hát én azt hiszem, hogy az első állomás az lehetett, amikor Kovács Ilonka tanítónéni 6. osztályban, Sárkeresztúron. Akkor még a hajdani református iskolában arra kényszerítette az összes nebulót, hogy úgy tanulja meg a versidomokat, történetesen a magyaros verselést, hogy másnap délutánra, mert abban az időben délután jártunk iskolába, kellett írni legalább két sornyi ősi magyar nyolcast. Tehát talpra magyar hia az a itt az idő, most vagy soha. És hát az Istennek nem jött össze. És hát elég jó tanuló voltam, és életemben először plágium vétségébe estem, mert két sort keservesen összehoztam, másik kettőt nem, és hát hozzá kellett valahonnan csapnom, voltak ilyen régi tankönyvek, apám tanító volt, és voltak ilyesmik otthon, és akkor találtam egy odaillő két versort, hozzávágtam az enyémhez. Egészen jó sikeredett, sajnos Kovács Ilonka ismerte, hát természetesen ismerte, hát tanítónő volt, ugye hát hogy ne ismerte volna. Na szóval jött egy nagy lebőgés, és utána dühből kezdtem el mindenféle frincet, francot írni, még házi feladatokat is, fogalmazásokat, versben, hál' Istennek nincsenek meg. És aztán 5-3 március 15-én éppen, ez ennyiben rímel 2001. március 15-ére, amikor is a Kossuth díjat adták. És 5-3 március 15-én megírtam az első igazi versemet. Akkor 13 éves voltam. És szerencsére Sárkeresztúron tanított egy abai, korábban abaán élő tanító, akkor Keresztúron élt, Tanka János, aki a szárnyai alá vett. És hát minden lényeges dolgot, amit ugye a költészetről lehet tudni, azt megtanítatott, illetve megtanított nekem. És aztán, akkor jött majd az első közlés Fehérváron, 14 éves koromban, és aztán így folyt tovább. Hát mondhatnám az első könyvemet, a Szaggatott világot 1966-ban, vagy az első közlést a magyar ifjúságban 20 éves koromban, aztán az újírásban 1961-ben. Egy kicsit az én nemzedékem az újírással együtt született. Ne szaladjunk még ennyire előre, még maradjunk egy picit a gyerekkoránál. Említette, hogy Sárkeresztúron járt általános iskolába. Szüleit is említette, hogy tanító volt az édesapja. Hogyan emlékszik rájuk vissza? Milyen volt ez a gyerekkor?
Keserű, mert keserű és boldog. Keserű azért, mert hát apámat alig ismertem, oda veszett a háborúba, nem tudni, hogy hol van, hadifogságba került. Tehát pár emlékem van róla. Hát 4 éves koromban láttam utoljára. Úgy sokszor gondoltam rá, és most már előbb-utóbb neki kell állnom annak, hogy valami nyugodtabb pillanatban úgy az emlékezetemet valami telepatikus vagy szuggesztív, önszuggesziós módszerrel, móddal föl kutassam, vagy lemerüljek magamban, hogy azokat a sejtéseket, amik ér egy ilyen megmagyarázhatatlan állapotba rejlenek bennem, hogy ezeket felszínre hozzam. Tehát, hogy annál a 3-4 képnél többet felidézek, hiszen azt hiszem, hogy nem csak bennem, hanem minden emberben az élete összes pillanata ott kell, hogy legyen. Valahol el van rejtve az agyunkban. Tehát mondom, keserű és szomorú volt a háború utántól a gyerekkorom, mert apámat vártuk vissza, apám nem jött, és hát ez a hiány, ez engem lelkileg, pszichikailag megnyomorított, a családot pedig valóságosan, tehát hihetetlen szegénységbe és nyomorba keveredtünk. Az egyik versében is, pont, hát több versében is ír erről, és a gyerekkort így idézi. Jó szóért, kenyérért énekel, ugye? Van. Igen, hát ez egy keresztúli vers. Persze ugyanakkor ez boldogság is volt, mert ez a jó szóért, kenyérért énekel, ez annyit jelent, hogy sokan tudják már rólam, hogy 8 éves koromban kántor voltam Sárkeresztúron, mivel tudtam zongorázni. Hát ez nagy anyagi segítség volt a családnak. Például egy olyan téli kabátot vettünk, vagy vettem, ami 8-as koromig kitartott, akkor voltam én harmadik osztályos, amikor ez a kántorság elkezdődött. És hát jó hosszút is vett anyám, hogy ne kelljen. A növésemet is beleszámítva minden évben újat, vagy minden évben, vagy minden 2 évben újat venni. Ez a apa hiány, ez a fájdalom, szorongás is, ez abban is megjelent, vagy abban is megtestesült, hogy azokat az embereket, például a Tanka Jánost, vagy a későbbiek során idősebb idősebb tanárokat, férfiakat, költőket is valahogyan félig-meddig apámnak tekintettem. Például Koszkás Sándor tanár urat, aki szegény tavaly meghalt, és akit 61 óta ismerek az egyetemről, az félig-meddig, ezt sosem fejeztük így egymás között ki, de félig-meddig ilyen apámnak is tekintettem, még hogyha ennek a megjelenítésétől óvtam is magamat örökké. Tehát, hogy mondjam, ha tetszik, akkor ilyen tékozó fiú voltam, szóval időnként megjelentem, föltűntem. De hát ő majdnem minden egyes könyvemben ott volt különben. Meg az, hogy az első könyvem megjelent, az többek között neki is köszönhetem. Istennel való kapcsolata is egy ilyen hiányosságot említ többször. Igen, Isten talán ugyanolyan, mint az apám, szóval hol van, hol nincs. Tehát van is, meg nincs is. Nagyon jó lenne, ha lenne. Ó Istenem, milyen jó lenne, ha lenne. Mondhattam gyerekkoromban, hogy ha arra gondoltam, hogy az apám egyszer csak betoppan, és leül az asztalhoz, vagy a nyakába ugrok. Természetesen gyerekkoromban ez egyszerűbb volt. Thank you.
milyen állomások következtek Sárkeresztúr után? Fehérvár, a József Attila Hajdani Sziszter Gimnázium, hát az a szellemfényessége volt. Akkor már írt verseket. Tudták a tanárok, hogy... Hát igen, persze, hát, ugye megjelent. Tehát 54-ben, szeptemberben bekerültem a gimibe, és októberben az első hazamenetelünk után megjelent az én első versem a Fejér megyei, azt hiszem, naplóban. Mindig keverem a mostani nevet a régivel. Hát persze, hogy tudták, osztálytársaim is tudták, és ott úgy rendszeresen publikálgattam. Ez bizonyos védettséget adott. Tehát ha egy-két gondolságot elkövettem, akkor ez, hogy mondjam, védőügyvédnek bizonyult, hogy verseket írok, és azok meg is jelennek. Az egyetemi évek. Egy év segédmunka után kerültem a bölcsészkarra, kollégiumba, az ötös kollégiumba. Hát ott barátokat leltem, Ág Istvánt mindenek előtt, akkor Utasi Jóskát, Kis Bencét, később, egy évvel később, Rózsa Bandit, Búzás Andort. És hát az ő barátságuk az egy külön egyetem volt. Az igaz, hogy az egyik hobbija a sakk? Ez igaz. És hogy az egyik legjobban sakkozó magyar költő? Hát azt nem tudom, hogy a legjobban, de elég jól sakkozom. Hát nagy trófeáim vannak. Megvertem 17 éves koromban, megvertem Fehérváron Portist, az akkori építők székházába, azt hiszem. Ha úgy el akarok feledkezni valamiről, akkor előveszek egy sakkönyvet, és azt olvasom, játszmákat, vagy felállítok egy állást táblára, és hát bizonyos sakrovatokat állandóan olvasok már gyerekkorom óta. A másik nagy szenvedély, vagy hát szenvedély? Hát a másik a zene. A zene, a zongora. Az pedig állandóan velem van, hogyha ilyen hosszabb, kitartó munkáim vannak, akkor a munka közben egy 15 percre leülök a zongorához, és akkor játszom valamit. Versei is vannak, zenei ihletettségűek. Igen, az egyik éppen Chopin is van. Éppen Chopin elmúlt prelüdjén ez van ajánlva, de én a verseim ezen túl szerettek, vagy legalábbis szeretnék, nem tudom, hogy mikor, mennyire sikerül, szóval szeretnék zenélni, és zenét bazseválni, vagy muzsikálni. Szóval szeretném azt, hogyha a verseim olyanok lennének, mint egy szép prelűd, vagy esetleg, ha már nagyobb ívűek, nagyobb lélegzetűek, akkor mint egy szonáta, vagy mint egy prelúdium és fúga, vagy szerencsés esetben olyan, mint egy sámán ének, mint egy igazi sámán ének. A Tarján Tamás írta talán, nem emlékszem pontosan, de azt hiszem ő, hogy maga nem 60 évet élt, hanem kétszer 30-at, vagy többször 20-at. Hát ez nem igaz. És mit akart ezzel mondani? Hát a fiatalság. És a kor. Hát ez sajnos egyszer 60, nem, se nem 3x20, se nem 2x30. Érzem a 60 év súlyát, még akkor is, hogyha tavaly kivételes ünnepségekben volt részem, és kivételes életadományokban, tehát ahogy a falum Sárkeresztúr megünnepelt és díszpolgárává választott, szóval azt nem lehet elfelejteni. Szóval, hogy úgy mondjam, nem cserélném el a 2x30-ra vagy a 3x20-ra.